Több mint 2500 káreseményt, köztük mezőgazdasági károkat okozott a múlt csütörtöki vihar Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A térségi kormányhivatal a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei szervezetével közösen méri fel a károkat. A károk felszámolása folyamatban van, a kormányhivatal mindent megtesz annak érdekében, hogy a károsultaknak segítséget nyújtson. Így néz ki jelenleg a pusztadobosi park a múlt csütörtöki vihar után, szinte felismerhetetlenné vált a település központja. Az 5 hektáros parkban főleg olyan fákat csavart ki a szél, amelyek már több évtizede és évszázada itt álltak pusztadoboson. A polgármester elmondása szerint az elmúlt években élte a park a fénykorát, rengeteg több száz éves platán és tölgy, illetve 80-100 éves hárs, valamint a gesztenye sétány is megsemmisült. A jármi kúria parkja még a rózsáiról volt híres, de a mintegy 10 éve ültetett díszfák is most érték el azt a nagyságot, hogy a település díszévé vált ez a pár hektáros terület. A lakó ingatlanokban viszonylag kisebb volt a kár pusztadoboson. Ez a jármi kúria parkja, ez egy 150-200 éves park. Gyakorlatilag ebbe a formájában, ami most ebbe a legújabb időszakban éli legszebb fénykorát. 150-200 éves fák, platánfa, tölgyfa, rengeteg hárs, ami 80-100 évesek, gesztenye, fasor, gesztenye, sétány. Gyakorlatilag, amiket most sorolok, ez mind megsemmisült. És most, amiről így büszkék vagyunk, és híres ez a park, hogy gyönyörű szép rózsa sorokat ültettünk diszfákkal az utóbbi 8-10 évben, amelyek most értek be úgy, hogy park szerepe legyen, és látványban is nem utolsó, és akkor ami nagyon lényeges, hogy a gyerekeink az új óvodába, illetve a régi óvodába is ebbe a környezetbe nevelkednek. Hál' Istennek az új óvoda épülete nem sérült meg. A viharkár az nálunk elsősorban a parkban okozott hatalmas kárt, illetve magánházakban. A magánházak tetőinek a hiba elhárítása már megtörtént. A komolyabb tető cseréket azt nyilván ács szakemberek fogják végezni, de a beázást ezt mentesítettük többnyire, sokan önállóan, sokan pedig a katasztrófa védelem segítségét igénybe véve. Egy biztos tüzelő most lesz sok belőle, viszont ezeket a több tíz, több száz éves fákat nyilván pótolni nem lesz könnyű. Most a romok eltakarítása után készítünk majd egy tervet, hogy mi legyen a 5 hektáros parkunknak a sorsa. A mezőgazdaságban a vártnál jobb a helyzet, véli rá címre a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnöke. A kukoricán és a napraforgón csekély mértékű a maradandó sérülés. Ahhoz képest, hogy 3-4 nap eltelt az autó, mióta volt csütörtökön ez a nagy vihar, a látszat pozitívan változott meg a kukoricán és a napraforgón, csekély mértékű maradandó sérüléseket láthatunk, úgyhogy hál' Istennek pozitívan beszélhetünk erről a viharról. Most amelyre én nézek, pont egy olyan nyárfaerdő van, ahol alig maradt lábon nyárfa. Ahhoz képest elmondható, hogy a mezőgazdaságban, a kultúrában, a napraforgóban, kukoricában, vagy itt éppen egy gyümölcsös is van mellettünk, kismértékű jégverés következett be, de úgy, amennyire a híradásokból hallottuk, hogy fákat csavart ki, biztos előfordul a megyében, de az a töredéke lehet itt a mi megyénkben a gyümölcstelepítésnek nem tudom hány százalékát érhette. Itt egy éppen aratás előtt lévő kalászosnál vagyunk, ahol itt is megdűtögette a szél, úgyhogy van olyan hely, ahol a kombány majd nem fogja tudni felszedni, de arról a rémhírekről, amiről hallottunk, én megmondom őszintén, egy kellemes csalódás most, amit látunk, úgyhogy én úgy gondolom, hogy a kalászosokban is ilyen mértékű kár előfordult már más években is, amikor nem volt ilyen vihar, hogy ilyen fákat, ahogy értünk itt a 41-es mellett, többi csavart ki. Én úgy gondolom, hogy mivel miniszter úrral beszélgettünk reggel, hogy vannak olyan károk az erdőben, gondolok inkább a gyümölcsösökben, van fiatal gyümölcsös is, itt nyilván a környékén, 2 éves, amiket letördett a lombnál fogva, erős volt a lombozat, és nem bírta el a törzs. Azokra, amit a kárenyítés nem tud kezelni, nekünk arra kellene valamit kitalálni, illetve az illetékes minisztériumnak, hogy azt milyen keretből lehetne orvosolni.
jelenleg még azt nem tudjuk megsatszolni se, hogy a megyében ezekből a területekből hány hektár lehet. Az Agrárgazdasági Kamara felmérte járásonként, hogy melyik településen milyen mértékű károk keletkeztek. Ezt 15 napon belül mindenkinek felhívtuk a figyelmét, hogy jelentse be, és az ellenőrzéseket majd ha összesíteni lehet, ez több hónap is eltelhet addig, amire arról beszélgethetünk, hogy valójában milyen mértékű kár keletkezett, azt pedig külön kell szedni, hogy amit a kárenyítés nem tud kezelni, és akkor megint visszatérve az erdő, hogy gyümölcsösre gondolva, eleve a fák sérültek meg, az milyen mértékű kár keletkezett, és azt milyen alapból lehetnek kezelni. Az Agrárkamara feladata, hogy arra keressen megoldást, amit a kárenyhítési alap nem tud kezelni. Az illetékes minisztériumot már megkereste a helyi szervezet, hogy milyen forrást lehetne az erdőkre és a gyümölcsösökre fordítani, ugyanis a legnagyobb károkat a fákban okozta a vihar. A hozamkérsés számolunk a kárenyítés kiszámításakor, és akkor mondjuk egy erdőnél, amikor ez se nem vágás érett, ez egy információm szerint egy 7 éves erdő, de minden fát kidöntött a szél, értékesítési szempontból még kevés a mennyiség, és akkor ezt újra kell telepíteni, akkor itt nem mondhassuk azt, hogy egy évi hozama esett ki, hanem ha ezt fel kell számolni, akkor ez jóval nagyobb kár keletkezett, mint ha itt egy éves hozamkésésről beszélnénk. Pusztadobos felé haladva a 41-es számú főút mellett is lehet látni, hogy a vihar hatalmas fákat csavart ki, ami érdekessége a csütörtöki időjárásnak, hogy bár a magasabb fákat kitépte a szél, az útmenti mezőgazdasági területeken nem jelentős a kár a szántóföldi növényekben.